Köszöntöm a Honvéd hét nézőit! Minden embernek javára válik a katonaság, hangsúlyozta a Békéhez erő kell című beszélgetésen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Transit Politikai Fesztiválon Tihanyban augusztus 25-én. A lélek, a lelkek átállítása, a hozzáállás átállítása, az identitás újrafogalmazása, a motiváció, az elszántság, a miért vagyok katona, ezek a legfontosabb kérdések. És ezek természetesen a honvédelmi nevelésen keresztül jelennek meg, amit a megfelelő módon minél korábban érdemes és célszerű megkezdeni. A tartalékos rendszer világos és jól érthető átszervezéséből következően kell tenni, amikor is kitisztítjuk azt a fogalmat, hogy mi is az a tartalékos, mert sok szó esett. Valójában nagyon egyszerűen kétféleképpen lehet a tartalékost fölfogni. Az egyik felfogás az, hogy a hivatásos katona pótlása, ha szabadságra megy, vagy oktatásra megy, esetleg elesik a háborúba, akkor mögé jár, helyette belép, illetve, és Magyarország most erre az útra lépett, hogy egy ettől teljesen független területvédelmi rendszert épít ki, amely döntően tartalékosokra támaszkodik, de egy új komponense a haderőnek. A huszár több, mint egy lovas katona. A huszár mi vagyunk. A nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege. Jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter augusztus 26-án a 18. nyíregyházi huszár találkozó ünnepélyes megnyitóján. Magyar nemzet egy egész csapatnemet adott a világnak, a magyar huszárt Európa, sőt a világ harcterein és szalonjaiban is. A magyar huszár virtusáról regéltek, és a gyönyörű magyar zsinóros huszár uniformisokat viselték, viselik a mai napig Dániától, Anglián keresztül, Franciaországon, az Egyesült Királyságig. A huszár az több, mint egy lovas katona. A huszár mi vagyunk. A nemzeti karakterünk egyenruhába öltött lényege. Kreatív, eszes, gyors, öntevékeny és bátor, büszke és magabiztos. Ezek olyan adottságok, amelyek nem pusztán katonai erények, hanem a mai versenyben, a nemzetek közötti versenyben is versenyképességünk alapját jelentik. Néhány éve megalakult, és idén már huszár osztályá szerveződött, az az első modernkori lovasított a legység, amelynek képviselői itt vannak ma velünk, megkapták a gróf Nádasdy Ferenc nevet, és ezzel a legrégebbi reguláris magyar ezred örökségét. Magyar huszár újra él, és nagy jövő előtt áll. Ez személyes ügy számomra. A Honvédelmi Sportszövetség Digital Warriors e-sport sorozatának 6. versenye a tankokról szólt. A World of Tanks játékosait és harckocsijait hívták csatába. Az augusztus 23-án megrendezett döntőnek stílszerűen a Tatai Klapka György első páncélos dandár adott otthont. Ez a Digital Warriors Leopard Mission, ez egy World of Tanks 3-3 elleni e-sport verseny. Ez a Honvédelmi Sportszövetség 6. e-sport versenye. 3 kategóriát hirdettünk.
vannak az amatőr, normál játékosok, ők akik hobbi World of Tanks játékosok, vannak a profik, akiknek elég magas pontszámuk van a játékban, ők az ország legjobb játékosai, és van a honvédségi kategória, ahova kadétok és hivatásos katonák nevezhettek. Az összdíjazás az 1 millió forint összértékű, a profi kategóriában van egyedül pénzdíjazás, a normális honvédségi kategóriában pedig in-game tankokat, tehát World of Tanks-es ajándéktárgyakat kapnak, plusz pólókat, különböző repi tárgyakat, kupát, a játékban elkölthető virtuális pénzt, ezt teszik ki az összdíjazásnak a másik felét. Mintegy 200 fő bevonulására készültek fel a Szentendrei Altiszti Akadémián augusztus 21-én hétfő reggel. A 8 hetes egységes alapkiképzési programra érkezők számára életük új, fontos szakasza kezdődik meg, hiszen ha sikerrel vesznek minden akadályt, jövőre a Magyar Honvédség altisztjeivé válhatnak. Ez a bevonulás napja az Altiszti Akadémián, ugye az acélkockának a külső toborzásából. Több mint 200 fiatalt várunk, akik bízom benne, hogy ide fognak érkezni a mai napon. Gyakorlatilag ez az alapkiképzésüknek az első napja is. Egy majdnem 8 hetes alapkiképzésről beszélünk, tehát október második feléig fog tartani az alapkiképzésük, és utána egy 14 hetes alapaltiszti tanfolyammal fogjuk folytatni, szintén itt az Altiszti Akadémián, de gyakorlatilag február közepéig biztosítjuk ezt a fajta felkészítési ütemet, és utána pedig majd a szakmai felkészítéssel fogják folytatni, részben itt az Altiszti Akadémián, részben pedig a csapatoknál, ez a csapatokkal közösen történik, aminek a vége az lesz, hogy jövő július közepén bízom benne, hogy minél többen ott fognak állni a hősök terén az altisztavatáson. Az 5. területvédelmi ezred 48. területvédelmi zászlóalja Zalaszabaron, a 44. területvédelmi zászlóalja pedig Bodrogon tartott honvédelmi túlélő tábort augusztusban. Az első segélynyújtás, tűzgyújtás és menedéképítés elsajátítása mellett rengeteg élményben részesültek a táborozók, ugyanis mindkét tábornak egy-egy helyi kalandpark adott otthont. Száguldás, lóerő és biztos kézzel leadott lövések. Lendületben a Sereg című sorozatunk második epizódjában Rozs Gergely hadnagy a katonai rendészekhez látogatott. Benzinszag, hőség, lóerő. Ezek és a BRFK kitűnő tanpályája mit kellenek ahhoz, hogy te is átérezd a Magyar Honvédség katonai rendészeti ezred vezetéstechnikai képzésének hangulatát? Öveket becsatolni? Kezdünk! Egy kicsit megálltunk pihenni a tanfolyam közben. Mögöttem Kit. Hello, Gergő. Mellettem főadnagy úr. Hello, főhadnagy. Főadnagy úr, szíveskedj elárulni, hogy milyen helyzetekre készít fel ez a tanpálya.
Alapvetően ez egy alapszintű vezetési gyakorlat. Ugye nálunk, akik megkülönböztető jelzéssel vezetnek, mi erre a képzésre készítjük fel, erre alapozzuk az összes többi emeltebb szintű képzésünket, aminek a végén biztonságosan ki tudjuk engedni, kísérni a gépjárművezetőinket. Főadnagy úr, még azt áruld el nekem, hogy milyen a jó gépjárművezető főismertető jegye? Szerintem a legfontosabb ismert az átlagon felüli reakcióidő, defenzivitás, monotonitás tűrés is, ugye az előrelátó gondolkodás, mert bármilyen helyzetre fel kell készülni. És milyen gépjárművet ajánlanál egy ilyen jó gépjárművezető alá? Jelenleg, amit itt látunk, ez a Skoda Octavia RS 2015-ös gyártmányú, ezek a legjobb gépjárműveink, ezek a legfelszereltebbek, illetve a teljesítményben ezek megfelelnek már annak, hogy akármilyen fővendégautót kísérhessük vele, bármilyen sebességem. Katonai rendészek személyvédelmi feladatokat is ellátnak. Nézzük meg a felkészítésüket közelebbről. Hadnagy úr, kérlek áruld el, hogy milyen képességek kellenek a személyvédelmi feladat sikeres ellátásához. Egy kiváló személyvédelmi feladat elvégzéséhez a katonáknak, illetve személyvédőknek szinten kell tartani és fejleszteni a fizikális adottságaikat, mentális adottságaikat, de ennél a legfontosabb maga a lövészetek folyamatos gyakorlása, hogy ezzel magát a védett személyt kifejezetten meg tudják védeni, és pontos lövéseket tudjanak leadni, ha szükség van rá. Miért nem egyenruhában végeztük el a gyakorló feladatot? Ezeket azért nem egyenruhában végezzük el, és kifejezetten civil ruhában, mivel a feladatok éles végrehajtása során is civil ruhában hajtjuk végre ezeket, így a begyakorlás szakszerű és jogszerű lesz teljes mértékben. Így a katona nem fog hibázni éles végrehajtás során se, és a legjobb képességeit fogja oda tenni. Az itt bemutatott lőgyakorlat, illetve feladatok során betartottuk az összes biztonsági előírást. Egy dolgot árulj még el nekem, Hadnagy úr, ez egy picit személyes kérdés is. Miért választottad ezt a pályát? Igazából ez nálunk egy családi hagyomány, mert dédapám, nagyapám és édesapám is katona volt azok közelmúltban. Köszönöm szépen, Hadnagy úr. Szívesen. A 175-ös kihívásban most a rendészeken a sor, 175 négyütemű fekvőtámasz, 175 felülés és 175 húzózkodást kell teljesíteniük. Hadnagy úr, készen álltok? Készen állunk. Kezdjük! Az állomány nevében gratulálok, hogy végrehajtottad a feladatokat. Köszönjük a lehetőséget a 175-ös kihíváshoz. Én köszönöm szépen, én gratulálok. Önök a Honvéd hét műsorát látták. Hírösszeállításunkkal jövő héten újra jelentkezünk. A haderő híreit addig is nyomon követhetik a honvédelem.hu hírportálon, valamint közösségi oldalainkon is. Köszönjük szíves figyelmüket, viszontlátásra!